Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! Milyen példát adhat Szent István emléke 2017-ben? Beiskolázási támogatás 1661 makói diáknak. Csordás Tibor is fellép a Hagymatikumban. Az államalapításra emlékeztek hétvégén Csanádpalotán és Apátfalván is. Az új kenyér megszentelése mellett számos ünnepi gondolat elhangzott a településeken, melyekre Lázár János is ellátogatott. Az országgyűlési képviselő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy 2017-ben Szent István hagyatékának ismét kiemelt jelentősége van. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezeket a kenyereket, ahogyan a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad. Az, hogy aki ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle áldott, aki élt és uralkodó mindörökkön örökké. Az új kenyér megszentelésének és megszegésének rituáléja szorosan hozzátartozik Szent István királyunk és az államalapítás ünnepéhez. Így természetesen ez nem maradhatott el Csanádpalotán sem. Ezt megelőzően került sor a templomnál lévő Szent István szobor megkoszorúzására, majd az új kenyeret Szabó Zoltán plébános áldotta meg a Kelemen László művelődési házban tartott ünnepségen. Ezt követően Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester mondta el ünnepi gondolatait, melyben kiemelte, Szent István király példája bizonyítja, hogy aki erőset alkot, annak az emléke sokáig fennmarad. Tőle Lázár János országgyűlési képviselő vette át a szót, aki hangsúlyozta, 2017-ben ismét kiemelt jelentősége van államalapítónk hagyatékának. Európa határainál, ami most már a mi határunk is természetesen, megjelentek olyan csoportok, jelenségek, megjelent egy új invázió, amely veszélyezteti azt az életformát, amelyben mi mindannyian éltünk és élünk jelen pillanatban. Ezért aztán lassan-lassan újra aktuális lesz, hogy mi kell ahhoz, hogy az első évezred küzdelmei után, a második évezred és a harmadik évezred fordulóján megmaradjon ez a közösség. Mi kell ahhoz, hogy pár száz év múlva ezen a környéken még mindig magyarok legyenek, és a magyaroké legyen a főhatalom, a magyarok döntsék el, hogy mi lesz a sorsuk, mi lesz velük. Ahhoz az kell, hogy az ország keresztény legyen, az emberek keresztény módon gondolkodjanak, és ez az állam, ez az államszervezet, és ez a közösség magyar maradhasson. Ez a Szent Istváni üzenet. Kérjük, hogy szenteld meg ezt az új kenyeret, mint ahogyan a pusztában azt az öt árpa kenyeret is megáldott. Ezt a cipót pedig már Apátfalván a római katolikus templomban Jánosi Szabolcs lelkész áldotta meg, majd Kiszeli Jánosné települési képviselő mondott beszédet, melyben az összefogás jelentőségére hívta fel az ünneplők figyelmét. Fontos, hogy ünnepeink alkalmával felhívjuk a figyelmet arra, hogy egymás támogatása nélkül nem tudnánk olyan sebességgel haladni életünk házának építésén, mint ahogy azt szeretnénk. De jó hírem van, mert van egy ország, akinek polgárai mostanság újra bíznak egymásban. És ez az ország Magyarország. Az ünnepséget megelőzően itt is koszorúzásra került sor. A római katolikus templom mellett lévő emléktáblánál Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere, Lázár János országgyűlési képviselővel közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Idén 1661 makói általános iskolás diák kap 3000 forint értékű beiskolázási támogatást. Ennek részleteit egy sajtótájékoztató keretében ismertették. Magyarország kormányának kiemelten fontos célkitűzése az iskolás gyermekek tanulásának segítése és a szülők terheinek csökkentése. Ez két formában biztosítja, az iskolakezdési támogatással, mint kedvezményes adózású béren kívüli juttatás, valamint az ingyenes tankönyvellátás programjával. Makóváros önkormányzata csatlakozva a kormány törekvéseihez, a tavalyi évhez hasonlóan idén is rászorultságtól függetlenül 3000 forint értékű vásárlási utalvánnyal támogatja az elsőtől nyolcadik évfolyamban tanuló makói gyermekek beiskolázását. Ezt az utalványt csak és kizárólag iskolai tanulmányok folytatásához szükséges eszközökre lehet felhasználni. Ugyanúgy, mint a tavalyi évben 1000 forintos címletekben kapják meg a szülők ezt az utalványt,
és szeptember 1-e és október 31-e között lehet majd beváltani. Az utalványok a Hunyadi, a Kossuth, valamint a Szegedi utcai papírírószerboltokban használhatóak fel. A vállalkozók örömmel fogadták, hogy ismét részesei lehetnek ennek a kezdeményezésnek. A tavalyi év tapasztalata az, hogy nagyon-nagyon örültek a családok ennek a lehetőségnek, mert ebben az időszakban minden család kasszáját terheli jelentősen egy plusz kiadás, és ezzel a 3000 forinttal sok alapdolgot meg tudtak vásárolni. Meglepődve és nagy örömmel fogadták a szülők az önkormányzatnak ezt a gesztusát, és az idén is várják, kérdezgetik, hogy lesz-e, és tényleg örülnek neki, és nagyon jó az, hogy 3 darab 1000 forintost kapnak, mert így nem muszáj nekik egyszer elkölteni. Nagyon jó az is, hogy október végéig lehet beváltani, mert iskolakezdéskor az első pár hétben még rengeteg sok apró cseprő dolog merül fel, amire szükség van, de viszont az a sok apróság elég tetemes összeget tesz ki sokszor. A mindegy 5 millió forint összértékű támogatást a Makó város fejlődésért közalapítványon keresztül juttatják el a gyermekek részére. A lebonyolítási módja is úgy érzem, hogy nagyon demokratikus, hiszen bármelyik család ott költi el ezt a 3000 forintot, amelyik üzlet neki közelebb van, vagy az egyik ezrest itt, a másik ezrest ott, a harmadikat a harmadik boltba, ez teljesen egyéni, mindenkire rá van bízva. A lebonyolítás tavaly jó sikerült, gördülékenyen ment az elszámolások is, tehát most is reméljük, hogy minden így fog történni, és segítünk a kisdiákokon, hogy a legfontosabb a tanulás jól sikerüljön. Az iskolakezdési utalványokat ezúttal is a tankönyvosztáskor szeretnék átadni a szülőknek és a gyermekeknek, akik október 31-ig vásárolhatják le. Most pedig rendőrségi híreink következnek. Az elmúlt 3 napban több mint 60-an próbáltak illegálisan bejutni az ország területére. Egy nagyobb csoport egy török honosságú kamion rakterében elbújva bízott benne, hogy átjutson Palotánál a határon, de a magyar és a román rendőrök közösen elfogták őket hétfőn. A magukat irakiaknak vallók nem tudták igazolni személyazonosságukat és magyarországi tartózkodásukat. Velük szemben az eljárást a román hatóságok folytatják le. Ezt követően migránsokat fogtak a Nagylaki és Röszkei határnál is a Csongrád megyei járőrök kedden. Az előbbinél 11 főt találtak. Az előállított határsértők magukat iraki, eritreai, iráni, egyiptomi és pakisztáni származásúaknak titulálták, ám ezt hivatalos dokumentumokkal nem tudták alátámasztani. A másik alkalommal 3 illegális bevándorlóra bukkantak. Egyiküket egy tehergépjármű termináljában, a másik 2 pedig Röszke közigazgatási területén fogták el. A magukat afgán és koszovói állampolgárnak valló férfiakat az idéglenes határzárhoz kísérték, mivel nem rendelkeztek formális okmányokkal. A szerdai nap sem telt el eseménytelenül, újabb 12 migránst állítottak elő a rendőrök, miután Kiszombor közelében elfogták őket. Természetesen igazolni ők sem tudták magukat. Megközelítőleg 1 kg heroin gyanús anyagot, valamint 3 kg adalékanyagot találtak a NAV pénzügyőrei egy szerbrendszámú autóbuszban Röszkén hétfőn. A Szerbiából Ausztriába tartó járművet és annak utasait ellenőrzés alá vonták a hatóságok. Az utazók mind úgy nyilatkoztak, hogy bejelenteni való árut nem visznek magukkal. A NAV dolgozói a nyilatkozatokat elfogadták, ám szúrópróba szerűen kiválasztottak néhány csomagot, hogy azokat tüzetesen átvizsgálják. A keresés alatt az egyik szerb utas táskájában 5 darab fóliába tekert gömb és sokszög alakú csomagra bukkantak. Az illegális áru fekete piaci érték több mint 6 millió forint. A kábítószer gyanús anyagot, továbbá az adalékanyagot és a gyanúsított személyt feljelentéssel átadták a rendőrségnek, akik az őrizetbe vett férfi ellen eljárást indítottak. Egy 24 éves férfi 3 alkalommal betört egy hódmezővásárhelyi házba. Az elmúlt 2 hónapban többször visszajárt az ingatlanba, hogy az áttulajdonított vagyontárgyak egy részét sajátjaként feltüntetve egy színes fémát vevő helyen értékesítse. Többek között szerszámgépeket, műszaki cikkeket, kerékpárt is elvitt a házból. A nyomozók a gyanúsítottat elfogták és a meglovasított értékeket lefoglalták. A tolvaj a kihallgatás során a bűncselekményt beismerte, eljárás indult ellene.
A településkép védelméről szóló törvény alapján Makóváros önkormányzatának is el kell készítenie arculati kézikönyvét. Ebben az itt élőknek is fontos szerep jut. Ezért nemrégiben tájékoztató fórumot tartottak számukra a koronaszállóban. Magyarországon összesen 3200 településnek, köztük Makónak is el kell készítenie azt a kézikönyvet, mely bemutatja annak arculatát, benne örökségét és környezeti kultúráját. A jogszabály azt is előírja, hogy ebben a lakosságnak is fontos szerepe van, ugyanis ötleteket adhatnak arra, hogyan nézzen ki a város a jövőben. Semmi másról nem szól ez az arculati kézikönyv, nagyon röviden mondom most, mint egy ilyen nagyon egyszerű nyelvezetű, érthető képábrákkal és rajzábrákkal ellátott kézikönyv felnőtt embereknek, akit mindenki megért, vagy amit mindenki megért és el tud olvasni, és nem jogszabályi és paragrafusi erdőkön keresztül kéne átrágni a magát, és rögtön arra gondolni, hogy hogy tudom én ezt kicselezni, mert én ezt szeretném csinálni. A kézikönyvben eltérő karakterű területekre kell felosztani a települést, ismertetni azok arculatát és jó példákat bemutatni épületek, építészeti részletek vagy zöld felületek kialakítására. A város főépítésze elmondta, Makó az országos átlag felett van a telepített növénykultúrában, a terek kialakításában vagy éppen a szökőkutak elhelyezésében. Ebben az arculati kézikönyvben Makó jó példákat kell bemutatni, felsorolni, olyan fotókon, amitnek meg lehet találni az eredetiét kinn az utcán, vagy lehet olyan régi képet betenni, hogy ez régen így nézett ki, most így néz ki, nagyon jó a folyamat. Ezt szeretnénk, hogyha valaki egy hasonló jellegű régi épülethez így nyúlna hozzá. Ilyen anyagokkal szeretnénk ezt leszabályozni. Ugyanez vonatkozik, hogy milyen növény vegye körbe az én életteremet. A településképű arculati kézikönyv, valamint az ahhoz kapcsolódó rendelet elkészítése kapcsán véleményt nyilváníthat minden makói lakos, gazdasági szereplő, civil szervezet, valamint a városban működő elismert egyház is. Az észrevételek, javaslatok megtétele történhet szóban, továbbá elektronikus vagy postai úton a képernyőn látható elérhetőségeken augusztus 25-éig. Koncertekkel, bűvészműsorral, valamint sztárvendéggel búcsúzik szombaton a Makói Gyógyfürdő ZRT a nyári szezontól, melyet kifejezetten sikeresen zárnak. Összesen 8 nagyszabású rendezvénynek adott otthont a komplexum, melyeken több mint 10 000 szórakoztak. A vezetőség reméli, ezt a számot szavazatokra is válthatja, hiszen beneveztek az év fürdője versenyre. A Hagymatikum az idei évben is sikeres nyarat tudhat maga mögött, ugyanis a fürdőfesztiválon kívül minden más programot a szabadtéri nagybedencénél felállított színpadnál élvezhettek a vendégek. Emellett közel 200 helyi és környékbeli diák vett kamaszbérletet, és 133 diák csobbant a vízbe 9 héten át egy tábor keretén belül. Ettől a nyártól búcsúzik most szombaton a fürdő hagyományos szezonzáró partiával. Az eseményt Janicek Roland makói énekes műsora nyitja meg. A gyerekeknek is készülnek, ugyanis az elmaradhatatlan kreatív sarok mellett Juhász Marcell aranypálcadíjas bűvész fogja szórakoztatni őket. 2 koncert is lesz még, a Csordás Tibor, ő ismert lehet a Fiesta zenekarból, a korábbi frontember, és a másik pedig a Tabatabai Nayat Flora és a zenekara a Floric, ők is egy kiváló koncertet készülnek részünkre, valamint lesz ezen kívül még Aquazumba is, ami egy elengedhetetlen elem a vizes rendezvényeiknél, főleg a nyári rendezvényeken nagyon népszerű, és számos meglepetéssel is készülünk majd erre a napra még. Azonban nem kell búsulnia annak sem, aki nem tud részt venni az eseményen, ugyanis a nagy érdekeltségű szabadtéri éjszakai fürdőzések tovább folytatódnak, valamint az őszi időszak is tartogat jó néhány rendezvényt. Ilyen lesz az indián nyár, a magyar fürdőkultúra napja, valamint a decemberi tradicionális ünnepek sem maradnak el. A Hagymatikum vezetősége a szórakoztató programok megszervezése mellett arra is figyelmet fordít, hogy országosan elismerté váljon a komplexum. Legutoljára 5 csillagos élmény és 4 csillagos gyógyfürdő kitüntetésben részesült. A tavalyi évhez hasonlóan pedig idén is elindult az évfürdője versenyen feltörekvő fürdő kategóriában, ahol már bekerült a top 10-be. Ehhez szükség van még további szavazatokra is, hiszen a többi fürdő is biztatja a közönségét, hogy jöjjenek el.
és szavazzanak, tapasztalják meg, hogy milyen is a fürdő, visszatérő vendégek legyenek. Mi is ezt szeretnénk, hogy eljöjjenek hozzánk, jól érezzék magukat, és szavazzanak ránk, és ezzel a bizalmat, hogyha megkapjuk, akkor PR megjelenésekhez is juthatunk, ami milliós nagyságrendű is lehet, tehát ezzel támogatni is tudják a fürdőt. Megéri szavazni a Hagymatikumra a képernyőn látható címen, hiszen akik részt vesznek a voksoláson, értékes nyereményeket nyerhetnek, többek között wellness pihenést vagy belépőt a győztes fürdőbe. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Milyen példát adhat Szent István emléke 2017-ben? Beiskolázási támogatás 1661 makói diáknak. Csordás Tibor is fellép a Hagymatikumban. Kedves nézőink, ne felejtjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 17 perctől a makói néptánc találkozó pillanatait elevenítjük fel, majd 19 órától a Swing Group koncertje következik. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk újból friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom Önöktől. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!